Jó ütemben halad a tavaly gazdát cserélt Tokaj Hotel felújítása, ahol a tervek szerint az év végére el is készülnek a munkálatokkal. A próbaüzemet követően pedig jövő év március 15-től fogadja majd a vendégeket. A Tisza és a Bodrog összefolyásánál álló szállodát butik hotel jellegű épületté alakítják, amelyben 55 szoba kap helyet, és a szálloda méretéhez képest egy igen jelentős wellness részt alakítanak ki. Ennek a gondolata a részünkről 2020. januárjában fogalmazódott meg, hogy ez a szálloda igazából kereste a gazdáját, és mi úgy gondoltuk, hogy ennek annyira tetszik ennek a lokációja, az elhelyezkedése, és nyilván a Tokaj iránti szeretetünkből fakadóan úgy gondoltuk, hogy mi ezt szeretnénk felújítani, szeretnénk megfejleszteni ezt a szállodát. Januárban kezdődött a szállodának megvásárlása, és közben azért elkezdtünk egy koncepciót kialakítani, és ugye folyamatosan paralelben történt a koncepció kialakítás és a szállodának az adásvételi folyamatának a végvitele. Igazából a tényleges munka az májusban kezdődött el, 2020 májusában, akkor ugye adtunk már megbízást a tervezőnek, hogy alakítsa ki a végleges koncepciót, akkor elkezdtük már járni ugye a hivatalokat, ugye a engedélyekkel kapcsolatban, és igazából a fizikai megvalósítás az pedig 20 októberében kezdődött el. 20 októberében elkezdtük az épületet bontani, és gyakorlatilag a mai nappal mondhatjuk azt, hogy ott talán a szerkezet készen van. Elsősorban gasztro- és vízituristákra szeretnénk fókuszálni. Ez egy butik jellegű 55 szobás szálloda lesz, aminek a legnagyobb előnye ugye maga a névadó település ugye Tokajban az elhelyezkedése, a belvárosba. Másrészt pedig a gasztronómia. Ugye a tokai borról bárhol megyünk a világon, nem kell beszélni. Ugye mi azt gondoljuk, hogy mindenhol ismerik és mindenhol tekintélye van. Én azt gondolom, hogy ez a hely méltó lesz Tokaj bor hírnevéhez, és a ide érkező turistáknak végre egy megfelelő színvonalú és elhelyezkedésű szállást fogunk tudni nyújtani. Van egy belső wellness részlege a szállodának, én azt gondolom, hogy a 55 szobához méltán egy kényelmes belső wellness fogunk nyújtani, szaunával, infrakabinnal, masszázshelyiségekkel, és a tavasztól őszig tartó időszakban pedig egy kültéri medencével fogjuk várni a vendégeket. Remélhetőleg akkor is ilyen jó idő lesz még, azért nem ritka, hogy itt Tokajban még októberben azért ki lehet menni a medencében, remélem, hogy ennek is itt meg lesz a hagyománya. És hát lesz két lakosztályunk, ugye ennek a helyén vagyunk itt fenn jelenleg, ennek lesz két jacuzzi, itt a hátam mögött fog elterülni, gyakorlatilag két ilyen panorámás jacuzzi, ami az év minden napján azokat a lakókat, akik a lakosztályt igénybe veszik, várni fogja. Ugye ez egy meglévő épület, igazából egy ráncfelvarrás felújítás keretében újul meg a ház, tehát igazából a falak azok adottak voltak, eltekintve ugye itt a legfelső szintől, mert ugye ez teljesen új lesz, tehát ez részben ugye egy felújítás azért behatárolja a lehetőségeket. Mi hozzáépítgettünk az épülethez különböző ilyen teraszokat, ami itt látszik is, ennyivel megnőttek a szoba méretek, és ezelé fog készülni gyakorlatilag azt, hogy a szerkezetből még egy terasz, tehát minden egyes szobának külön terasza lesz. A belső építészetnél az volt a fontos, hogy letisztult, áttekinthető szobaképet alakítsunk ki. Azt gondolom, a 21. században ez az, amit elvárnak a jelenlegi turisták. Ennek igyekszünk megfelelni. Világos színek padlón, kárpiton, székeken, kanapékon, de megjelennek ugye a csempékben a sötéte motívumok is. Azt kell mondjam, hogy a születésétől benne voltam, mert nagyon komoly harcokat kellett folytatnunk a zsűriben, a tervzsűriben, hogy ez a projekt átmenjen. Az akadályokról inkább nem beszélek, de már akkor is látszódott, hogy ez a városi életében egyik legfontosabb fordulópont, hogy egy ilyen szálloda ilyen közegben így megújuljon. És én ezt tiszta szívemből gratulálok a tulajdonosoknak, hogy kitartottak, mert volt holpontja ennek a dolognak, de aztán mégiscsak visszatettük, és mégiscsak ez meg fog valósulni, úgyhogy én tiszta szívemből gratulálok. A polgármester úr mindig, amikor Tokajban járok, akkor azért elhozott itt a hotel mellett, és mindig mesélte, hogy milyen fejlesztések várhatóak, de azért egészen más innen látni ezt. Gratulálni szeretnék, tulajdonos urat pedig arra szeretném biztatni, hogy itt azért nem hátrány Rákócziak pártján lenni, a Kurucok földjén vagyunk, nagyon-nagyon örülünk, amikor így a saját gyökereinket ilyen értelemben is megtaláljuk, és hát itt a Bodrog és a
Tisza összefolyásánál állunk, ami szerintem egy olyan egyedülálló dolog, hogy itt Tokajban rengeteg fejlesztés érkezik, és ez biztos, hogy az egyik legfontosabb fejlesztés lesz, én nagyon-nagyon örülök neki. És egyébként pedig a fejlesztési csomag részeként, ami ide érkezik Tokaj hegyaljára és az Emplénbe, Tokaj egy nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be, hiszen Tokaj városának a belvárosi rehabilitációja úgy gondolom az egyik legfontosabb célkitűzés. Ennek keretében ez a hotel szintén szerintem egy nagyon-nagyon fontos projekt, és számos épület meg fog újulni. Úgyhogy én gratulálni szeretnék az egész településnek, ez szerintem mindenkinek egy nagyon-nagyon fontos előrelépés. Az egyik legrégebbi, hanem a legrégebbi halászcsárdra tartozik ehhez az épület, ez nem mindenki tud, amiben részben megtartanák ezt az étkezési funkciót, abban a formában, hogy a ide érkező vendégeknek ott lesz a reggel és a vacsora. Tehát ez egy ilyen 150-160 főnek tudni helyet adni. A hétköznapi étkezések az a szállod elején található bisztróban valósulnának meg, ahol az hét minden napján, az év minden napján bárki beülhet, elfogyaszthat egy kávét, egy levest, egy főételt, bármit. A jelenlegi halászcsárda az főként a szálló vendégeknek a kiszolgálására, a vendéglátóipari kihasználására fog megújulni. A fizikai megvalósításnak annak december 31-ig készen kell lennie. Utána elkezdődik egy ilyen próbaüzem jellegű időszak, az pedig, ha minden jól megy, akkor március 15-én szeretnénk a nagy közösség előtt is megnyitni.